Ha finom zöldségekről beszélünk, nincs is jobb egy főtt kukoricánál. De akármelyik diák megmondhatja, hogy a konzerv kukorica sem hiányozhat az egyetemi koleszok konyháiból. Akit érdekel a mérnöki tudomány, ámulattal fogja követni a kukorica útját a csutkától a konzervig. A történelem során számos tápláléktartósítási módszer terjedt el. Füstölés, fagyasztás, szárítás, sózás. A 19. század elején Nicolas Alper olyan gyárat épített, melyben forralással sterilizált és hermetikusan lezárt üvegedényekben tárolt élelmiszerek készültek. Az üveg azonban törékenynek bizonyult, míg nem 1810-ben egy Durán nevű angol férfi kifejlesztette a bádogdobozos konzervet, amiket elsőként az amerikai függetlenségi háborúban használtak. Konzervgyártáshoz felhasznált kukoricát augusztus közepe és október közepe között takarítják be. Az aratás és a dobozolás között alig 4 óra telik el azért, hogy a szemek minél több értékes tápanyagot megőrizzenek. A teherautók rakományának ürítésével veszi kezdetét az eljárás, melynek során itt évente 136 ezer tonnányi kukoricát töltenek konzervekbe. A csövek ezen a csúszdán érkeznek meg az üzembe. Először el kell távolítani a felesleges részeket. Egy gép több ellentétes irányba forgó henger segítségével megszabadítja a csöveket a levelektől és az apró szárdarabkáktól. Csupán néhány másodperc alatt teljesen lecsupaszítják a kukorica csövet. Ezután felsorakoznak a szemezőgép előtt. Ez a masina villámgyors késeivel a másodperc tört része alatt lepergeti a szemeket a csutkáról. Egy ilyen gépezet óránként 1,5 tonnányi kukoricát mozgat meg. A késeket naponta 2-szer leállítják, hogy megvizsgálják, kitisztítsák és megélesítsék őket. A kukorica szemek leesnek középre, míg a csutkák oldalra kerülnek. A szemek ezután erre a forgódobra kerülnek, ami minden nagyobb növény darabkát kiszűr közülük. Semmi nem vész kárba. A leveleket, rossz magokat és csutkákat később állati takarmányokhoz használják fel. A szemek ezután egy folyadékkal keverednek el, ami vízből és a szemezés során keletkezett léből áll. Ez a folyadék lehetővé teszi a szemek szállítását a sérülés veszélye nélkül. Az öblítés ebben a nagy hengerben történik. Egy nagy csavarmenet emeli ki a kiáztatott kukorica szemeket. Itt a dolgozók megvizsgálják a szemek minőségét. A jónak talált kukorica kerül végül a konzervdobozokba. A töltőüzemben sok ezer doboz sorakozik. A dobozok megtöltése ezzel a gépsorral történik, amely percenként 300-450 konzervet állít elő. A véletlenül mellé hulló szemeket összegyűjtik és visszavezetik a nagy hengerbe. Ezután vizet, sót és cukrot tartalmazó levet töltenek a dobozokba. Fedelet pontosan rögzítik a konzervekre. A gyártás ezzel még nem ért véget. Hátra van még néhány nagyon fontos teszt. Laboratóriumok vizsgálják a termék minőségét. Először a dobozok vízhatlanságát ellenőrzik, majd a töltősúly és a szemek minősége kerül sorra. Közben a többi doboz folytatja útját az üzemben. Egyetlen lépés van már csak hátra, a sterilizáció.
Ezt 121 fokos hőmérsékleten hajtják végre ebben a kemencében. Időtartama pedig maximum 6 perc. Ez a lépés nagyon fontos. Ez garantálja ugyanis, hogy a termék 18 hónapig megőrzi a minőségét. Végül kóstolási mintákkal győződnek meg arról, hogy a konzerv megfelel a minőségi követelményeknek. Ebben az üzemben évente 43 millió doboz kukoricakonzervet állítanak elő. Ez minden iskolás álma.